Egymás után készülnek a szájmaszkok a szekszárdi önkormányzat cégénél, itt megváltozott munkaképességű dolgozók kezdtek már 2 hete ilyen egészségügyi eszközöket gyártani, napi 100 darabot tudnak készíteni a mosható maszkokból, az így készült termékek főként a városban önkéntes munkát vállalókhoz kerülnek. A 7 második felétől ők átállnak az otthoni munkára, ipari varrógépeket vittek a dolgozóik lakásába, és az alapanyagot egyszer elviszik hozzájuk, egyszer pedig elhozzák tőlük a késztermékeket. Napok óta készülnek a szájmaszkok ebben a szekszárdi varrodában is. Itt korábban zászlókat gyártottak, ám a vírus miatt azokra most nincs kereslet, a cégvezető viszont nem akarta elküldeni a nála dolgozókat. És az alapvető indítatás az volt, hogy tudtuk, hogy a zászlógyártó munkánkra nem igazán lesz igény ebben az időben. Az első célkitűzés az volt, hogy a meglévő 10 alkalmazottunknak és a cégünknek a fenntartási lehetőséget tudjuk biztosítani. Főleg önkormányzatok rendelnek a maszkokból, annyit, hogy itt még ideglenesen munkanélkül maradt varrónőket is tudnak távmunkában alkalmazni. Hozzájuk és az idős itteni dolgozókhoz naponta visznek nyersanyagot, és egyszer elhozzák a késztermékeket tőlük. Bár az egyszerű szövetmaszkok nem védenek a vírus ellen, arra tökéletesek, hogy egy már hordozó, de tüneteket nem mutató beteg ne tudjon másokat megfertőzni. Erre a gyártók és a szakértők is felhívják a figyelmet.